Üdvözlök mindenkit, Hengeri vagyok, ez pedig itt a toplisták. A mai videóban ismét olyan horror filmeket fogok bemutatni nektek, amelyek nem teljesen úgy sikerültek, ahogyan sikerülniük kellett volna, így lényegében ezeknek a horror filmeknek a megtekintését senkinek sem ajánlom. Aki pedig nem szereti a horror filmeket, azoknak azokat sem ajánlom, amik jól sikerültek. Itt egyébként az első résznél nem mondtam el azt, hogy melyik horror filmeket tartom jónak, nyilván itt is sokféle variáció van, vannak véresek, a darabolósok, az ijesztőek, a régiek, az újak, meg mindenféle más egyéb. Számomra a Rémálom az Elm utcában filmek, a Silent Hillnek az első része, a fűrész filmek, a Péntek 13 2009-ben bemutatott része, a 2008-ban bemutatott a Romok című film, a Kör és az Átok címet viselő filmek, mondjuk azok közül sem mindegyik, de ezek szerintem teljesen nézhetőek, mindezek mellett még megemlíteném az 1990-ben bemutatott Ahová lépek szörnyterem című filmet is, ami nekem nagyon bejött. Igazából nagyon sok filmet fel tudnék még sorolni, de szerintem így nagyjából azért tudjátok, hogy mi a lényeg. Természetesen attól függetlenül, hogy számomra ezek a filmek jók, megnézhetőek, az nem azt jelenti, hogy mások számára is azok, de bárhonnan is nézzük, ezek a filmek nem sikerültek rosszul, viszont akadnak olyanok, amik igen, így lássunk is néhány ilyen, mondjuk azt, horror filmet. Ja, a videó természetesen full spoiler, így aki még nem látta a videóban megemlített filmeket, és szeretné megnézni őket, annak a filmek címeit leteszem a leírásba, már hogyha megint nem felejtem el. Harmadik, a bárányok harapnak. Nos, a 2008-ban bemutatott A bárányok harapnak című film volt az egyik olyan alkotás, amit nagyon-nagyon szerettem volna megnézni, ám miután kijött, megjelent, nem sikerült hozzájutnom, így nyilván nem tudtam egyből megnézni, csak néhány évvel később, és hát mondjuk úgy, hogy hát nem nyűgözött le a film. Magyarul nem is nagyon sajnáltam, hogy nem néztem meg azonnal. Igazából szerintem ez a film egy kicsit paródia-szerű, nem mondanám igazán ilyen komoly horrorfilmnek, mondjuk sokak számára a Rémálom az Elm utcában filmek sem azok, de nézzük, hogy miről is szól a film. Az elején láthatunk két gyereket, meg egy apukát, ahogyan birkákat terelgetnek, a harmadik gyerek, vagy fiatal, aki szintén jelen van, ebben nem tud segíteni, ugyanis az egyik lába hát meg van sérülve, így végez az öccse bárányával, aki miután ezt felfedezi, lényegében sokkot kap, plusz kiderül, hogy az apuka balesetet szenvedett, ezután 15 évet ugrunk az időben, így láthatjuk, hogy a főszereplő csávunk, név szerint Henry, akinek a birkáját az elején ugye kicsinálták, hazalátogat, ekkor az is kiderül, hogy Henry retteg a birkáktól, mindemellett két másik illetőt is láthatunk, akik valamiféle aktivisták, így szeretnének bizonyítékokat szerezni arról, hogy a környéken nagyon veszélyes kísérleteket folytatnak. Az egyik aktivistának sikerül és bizonyítékot szereznie, ám miközben menekülnek, elejti azt, így egy mutáns birka, lényegében maga a bizonyíték mászik a nyakába, ami meg is harapja és meg is fertőzi őt. Valamiért ez a mutáns birka nagyon gyors, ezért bár nagyjából 50 centi hosszú és járni sem tud, mégis a bárányok közé settenkedik és megharapja az egyik bárányt, ezzel természetesen ezt a bárányt meg is fertőzi. Innentől kezdve már birka fertőz birkát, birka fertőz embert, aztán már később embert is, mindenki egy retardált, normálatlan párbeszédek, lényegében olyan, mintha egy toplisták videót néznétek, közben láthatunk egy birkát autót vezetni, tudom, aki nap mint nap vezet, annak ez nem idegen dolog, de itt ezt az egészet egy kicsit másképpen mutatják be, másképpen van megjelenítve. Ezt követően az egyik tudóst, aki ugatva próbálja elijeszteni az őt bámuló bárányokat,
farba is harapják, mindezek mellett természetesen a megharapott emberek elkezdenek átváltozni birkává, vagy birka emberekké inkább, ekkor az is kiderül, hogy Henry, vagyis a főszereplő csávónak a bátyja az, aki kísérleteket végez, vagy végeztet a bárányokon. Egyébként időközben a bátyó is kap egy harapást, így ő is elkezd átváltozni. Ja, meg amúgy az aktivista csaj, aki lényegben az egyik főszereplő is, olyan szinten idegesítő, hogy ezt szavakkal nem lehet kifejezni, mármint káromkodva ki tudnám fejezni, csak most hát nem akarok itt nektek káromkodni. A lényeg, hogy a film vége felé annyi a dolog, hogy a bárányok eszik az embereket, mindemellett Henry bátyja összejön egy birkával, a főszereplő csaj meg nagyon kemény lesz, plusz Henry is, aki bár eddig félt a birkáktól, mégis birka szörnyekkel verekszik, meg hát egy megfertőződött bárány is beteszi neki hátulról, plusz azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy May néni is besegít abba, hogy főszereplőink túléljék ezt az egész borzadályt, és végül sikerül is megoldást találni a problémára. Valójában Henry barátja az, aki megtalálja az ellenszert, mivel időközben ő is megfertőződött, és rajta is kísérleteket folytattak, ezért ugye ez muszáj volt neki, ki kellett találni valamit, és hát ezt követően a főszereplőink végeznek a fingorászó birkákkal, majd minden birka szörnyet visszaváltoztatnak emberré, mondjuk a legvégén még béget egyet a kutya, de tudjátok mit gyerekek, tudom, hogy nagy részt ez egy paródia vagy vígjáték, de ne nézzétek meg ezt a filmet, mert egy borzalom az egész. Ne haragudjatok egyébként, hogy ilyen értelmetlenül foglaltam össze a filmet, de időközben kimentem téglát pakolni, hogy megőrizzem a lelki épségemet. Ez egyébként nem nagyon sikerült, de most már mindegy. Második. Cabin Lass 2. Nos, ezt a filmet már nagyon-nagyon régen láttam, így sajnálatos módon most hát ismét meg kellett néznem. Ugye a témáról szóló videóm előző részében ennek a filmnek az első része is szerepelt, így mivel ez rosszabb, mint az első rész, ezért gondoltam, hogy hát csak mesélek már róla egy kicsikét. Kezdjük ott, hogy a 2009-ben bemutatott Cabin Lass 2 című film azzal kezdődik, ami az előző véget ért. Magyarul ezt sem kellett volna leforgatni, ám leforgatták, így egy fertőzött ember, aki a leírások szerint az első rész főszereplője, akiről nem is tudtam, hogy életben maradt, és hát nem is tudtam, hogy ő az, bemászik egy iskolabusz elé, ami hát szépen szólva nem fékez le, így mondhatjuk azt, hogy baleset történik. Ekkor jelenik meg az első részben is látott nagyon értelmes rendőrünk, aki az idegbeteg buszsofőrrel megbeszéli, hogy az az ember, akit hát elütött, az valójában egy szarvas volt, így ne izguljon miatta, csak kacarásszon egy kellemeset. Ezután láthatunk két gimnazistát, Johnt és Alexet, akik arról beszélgetnek, hogy miként kellene a szallagavatójukon a szerszámukra húzni egy-két menyecskét. Ekkor Johnt támadás éri, ugyanis John az egyik igen agresszív gimis csávó csajára, név szerint Cassie-re hajt. Ezután egy szomorkodós, fogszabályzós csaj bosszút hajt végre, aminek Alex nagyon örül, ugyanis az ő szerszáma az, ami hát tud lövöldözni, na mindegy, ezt a részét inkább adjuk. John ezek után szeretné elhívni Cassie-t a szallagavatóra, de a csaj nem akar elmenni, mert egyéb gondjai vannak. Mindeközben a főszereplő rendőrünk egy kajáldában ül, ahol egy csávó rosszul lesz, lényegében ő is megfertőződött, plusz egy csaj olyan idegesítően üvöltözik, hogy ez elképesztő. Ennek köszönhetően a rendőr csávó ellátogat egy telepre, ahol bizonyítékokat keres, közben a gimiben megy egy kis fertőzéssel egybekötött digidugi, ami hát mondjuk azt, hogy nem ér jó véget, plusz a takarító sem normális, a főszereplő rendőrünk mindez idő alatt igyekszik kideríteni, hogy mennyire intelligens mindenki, főleg ő így, mivel üldözni kezdik őt, ezért menekülni kezd. Innentől kezdve láthatjuk, hogy Cassie, aki azt mondta, hogy ő nem megy el a szallagavatóra, mégis elmegy, így John nagyon boldog, egészen addig, amíg Cassie csávója be nem avatkozik a dolgokba.
itt ismét megmutatkozik, hogy az igazgató nem egy észlény, már előtte is megmutatkozott, ezt nem említettem nektek, bocsánatot kérek érte. Igazából én sem vagyok az, meg más sem ebben a filmben, de mindegy. A lényeg, hogy ezt követően Johnt elzavarják a szallagavatóról, ám Cassie utána szalad, és itt John végre elmondja neki, amit hát sok lánynak el kellene mondani, magyarul, hogy retard, amiért nem veszi észre, hogy egy olyan csávóval van együtt, akivel mondjuk úgy, hogy nem kellene együtt lennie. Ezt egyébként a film legjobb jelenetének tartom, ajánlom minden csajnak. Minden esetre ez az egész addig tart, amíg a hatóság emberei el nem kezdik levadászni a diákokat, meg a tanárokat, ugyanis kiderül, hogy a fertőzés a gimiben is ott lappang, mindenki elkezd rosszul lenni, lövöldözik a málnaszörpöt a szájukból, plusz az igazgató is kap egy golyót a fejébe, ezt követően visítozások, rohangálások, ordítozások, meg minden olyan, ami elveszi a kedvedet attól, hogy tovább nézd ezt a filmet, vagy éppen ezt a videót. A vége felé a főszereplő rendőrünk elkezd menekülni, ugyanis rájött, hogy nagyon nagy baj van, plusz Alex is elhalálozik, és Cassie csávója is folyamatosan támadásokat intéz. Ezekről nyilván nem mutattam most nektek a filmben is látható jelenetekből lévő vagy származó képeket, ugyanis nagyon sok az olyan dolog, ami hát egy kicsit vörös és erős, magyarul hát lehet, hogy megrázna egy-két ember lelkét, de igazából a film vége az, hogy a fertőzés terjed tovább, mindenki egy retard továbbra is, és hát nagyjából ennyi. Amúgy állítólag van harmadik része is ennek a csodálatos filmnek vagy filmeknek, azt még nem tekintettem meg, hála Istennek, de ha majd úgy adódik, akkor lehet, hogy azt is beteszem a tarsolyomba. Első, Anaconda 2. Ismét egy folytatás, mármint egy filmnek a folytatása következik, ami nem más, mint a 2004-ben bemutatott Anaconda 2, a Véres Orchidea című film, aminek az 1997-ben bemutatott első része szerintem egészen jól sikerült. Annál a filmnél azért látszik, hogy fordítottak rá pénzt, meg időt is. Persze azért az Anaconda ott is túl van tolva, mármint nem a mérete, hanem maga a viselkedése, de térjünk is vissza a második részhez, ami úgy kezdődik, hogy egy törzs néhány tagja megpróbál vadászni, ám egy tigris és egy óriási Anaconda megzavarja őket. Ezt követően néhány szakértő egy a fiatalság szérumául szolgáló növényt, a Véres Orchideát szeretné megkeresni, megszerezni, így rá is veszik a főnököt, hogy jó lesz ez. El is mennek az esőtől áztatott borneói dzsungelbe, hogy megkeressék a világ legkeményebb csávóját, név szerint Billt, aki az esős időszaknak és az áradásoknak köszönhetően nyilván nem kevés pénzért hajlandó elvinni őket az orchideákhoz, így az összes idegesítő szereplőnk felszáll egy apró hajóra, ahol továbbra is mindenki normálisnak szeretne látszani, csak hát nem azok. Ekkor az egyik főszereplő csaj név szerint Gail felfedezi, hogy a hajón lévő pottyantós nem olyan, mint az otthoni WC. Plusz mindemellett. Bill megverekszik egy krokodillal, hogy megmentse Gailt, aki hát beleesik a folyóba, miért ne? Mondjuk ennél a jelenetnél nem értettem, hogy elvileg mindenki tudja, hogy krokodilok élnek abban a folyóban, amin ugye hajókáznak, de azért tök nyugodt mindenki, amikor Gail beleesik a vízbe, aztán lehet, hogy én vagyok a gyogyós és marhaságokat beszélek. Minden esetre ezután az egész brigád lezuhan a hajóval egy vízesésen, így nincsen más választásuk, gyalog kell elindulniuk, hogy túléljék a filmet. Bill mindeközben egy hajós barátját is felhívja, hogy mentse majd ki őket, amikor odaértek, ahova kell. Plusz a film valódi főszereplője, az Anaconda is többször megmutatkozik, vagy inkább mondjuk úgy, hogy visszafogottan jelenti, hogy hát itt vagyok én is. Ez leginkább akkor tűnik fel a főszereplőinknek, amikor a melligérő mocsárban mászkálva az egyiküket elviszi az Anaconda. Ezután Bill elmondja, hogy hát igen, itt nem csak krokodilok, hanem anakondák is élnek, de ő ekkorát még sohasem látott, és mivel egy anakondának igen nagy vadászterülete van, vagyis hát igen nagy területet birtokol, plusz ugye most lakott jól az egyik főszereplőnkkel, ezért többet már nem fognak vele találkozni, irány haza,
ám mivel az orchidea nagyon fontos, ezért a csapat egyik fele nem akar hazamenni, ugye meg akarják keresni a virágot, a másik fele meg azonnal haza szeretne menni, ezért főszereplőink egy kicsit hát veszekednek, ám a probléma az, hogy az anakonda Bill barátját is elteszi láb alól, így szereplőink hiába érnek oda a hajóhoz, ami a megmenekülésüket jelentette volna, rá kell döbbenniük, hogy máshogy kell segítséget hívjanak, így belemásznak a nagy valószínűséggel krokodilokkal meg anakondákkal teli folyóba, hogy a hajó roncsában telefon találjanak. Mivel ez nem sikerül, ezért elindulnak egy a film elején is látott törzs tagjainak a falujába. Útközben megtalálják Bill barátjának a holttestét, ekkor derül ki, hogy nem egy anakonda kóborol a környéken, hanem nagyon-nagyon sok, ugyanis a hímek jönnek-mennek a párzási időszaknak köszönhetően, plusz az is kiderül, hogy az anakondák az orchideáknak köszönhetően nőnek ilyen nagyon-nagyon nagyra. A nagyon-nagyon már nagyon-nagyon sokszor mondtam. Aztán mivel mindenki egy retard továbbra is, ezért szereplőink éjszaka építenek tutajt, és hát belemásznak a vízbe, nagyrészt háttal, mert eddig ugye se krokodil támadás, se pedig anakonda támadás nem történt a filmben, mindegy, ők ezt jobban tudják. A lényeg, hogy ekkor Jack, aki a legelszántabb a csapatban, mármint az orchidea megszerzését tekintve, ellopja a tutajt, amit megépítettek, ennek érdekében az egyik társát is feláldozza, igazából megcsípeti egy pókkal, amit útközben találtak, és aminek a mérge bénulást okoz, tehát ismét láthatunk egy éhes anakondát, ami megeszi a lebénult szereplőnket. Ha már az anakondákról szól a film, akkor néha lássunk már egyet-kettőt, én úgy voltam vele. A csapat többi tagja ezt követően kétségbe esik, nekik gyalog kell tovább menekülni, ám mindenki beleesik egy lyukba, ami igazából egy barlang, az egyiküknek egy anakondának köszönhetően sikerül is elhaláloznia, de a többiek azért kijutnak, persze közben folyamatosan támadnak az anakondák, plusz Jack, ugye a tutaj tolva is megérkezik a virágjaihoz, meg egyébként a többiek is, így megint megy a konfliktus, Jack egy pisztollyal próbálja rávenni a többieket arra, hogy segítsenek neki megszerezni az orchideákat, mindeközben meg is találják az anakondák fészkét, hát Jack pórul is jár, ugyanis őt is megcsípi egy bénítós pók, így beesik a kígyók közé, de a többiek egy kis akciót követően megmenekülnek, így végül mindenki boldog. Mármint azok, akiket megettek az anakondák, azok nyilván nem, de hát ez van, meg hát azok se, akik megnézték ezt a filmet. Nos, én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tetszett a videó. Ha ez így van, akkor kérlek, lájkoljátok, osszátok, és esetleg, ha még nem vagytok, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Még egyszer köszönöm, hogy velem tartottatok, én Geri voltam, maradok és leszek. Sziasztok!